Tél vége óta okoz gondot Szekszárdon, hogy egyre több a hajléktalan. Ezt mondja Gyurkovics János, a város alpolgármestere, aki egyben annak az akciócsoportnak is a vezetője, amit még május közepén a jelenség megoldására állítottak fel a városban. Az akciócsoport munkájában a közterület felügyelők is részt vesznek, akik a probléma megoldásán együtt dolgoznak a helyi rendőrkapitányság egyenruhásaival és szociális munkásokkal. A munkacsoport tagjai nem csak egymással, hanem az utcákon élőkkel is egyeztettek már több alkalommal. Ennek pedig pozitív és negatív tapasztalatai is vannak. A hajléktalanok között ugyanis vannak, akik semmiféle együttműködésre nem hajlandóak, hiába kínál nekik segítséget az önkormányzat. Sajnos ezekből az emberekből kerülnek ki azok, akik már nem csak a lakosságra, hanem önmagukra is veszélyesek, agresszívek. Ezt támasztja alá a Rákóczi utcába történt késelés is. Hatalmas vértócsa nyomai az egyik panelház előtt. Április végén itt szúrt nyakon egy hajléktalant a szintén otthontalan társa. Szekszárdon ez volt az elmúlt időszak legbrutálisabb rendbontása, ami a hajléktalanokhoz köthető. De a kisebb-nagyobb gondok napi szinten jelen vannak a városban. Az üzletek tulajdonosai szerint például nem ritka, hogy a hajléktalanok a boltok elé piszkítanak. Gyurkovics János szerint a problémát rövid távon nem lehet megoldani, mert a rendőri jelenlét ugyan visszatartja a rendbontástól a hajléktalanokat, ám amint az egyenruhások elmennek egy-egy helyszínről, a gondok újra elkezdődnek. Az önkormányzatnál ezért most megtiltották a közterületen való alkoholfogyasztást. Azt akarjuk elérni, hogy a közterületeken ne legyen csoportosulás, a közterületeken ne legyen alkoholfogyasztás, mert ezzel is gyakorlatilag irritáljuk a lakosságot, és hát a megfelelő mennyiségű alkohol elfogyasztása után bizonyos személyek akkor nem tudnak a megfelelő formába viselkedni. Így tehát, aki mostantól közterületen alkoholt fogyaszt, az szabálysértést követel. A munkacsoport tagjai nem csak ezzel a rendelettel próbálják felszámolni a hajléktalanok rendbontásait, hanem további megoldásokon is dolgoznak.